Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a stúdió vendégemet, Szarvas Józsevet. A Dobogó Extra mai beszélgetésünk abból az alkalomból lesz, hogy megjelent a Magvető kiadónál a Tények és tanúk sorozatban a Könnyű neked, Szarvas Józsi című könyv, amin én mindjárt felkaptam a fejemet, mielőtt elkezdtem volna olvasni ezt a könyvet, hogy milyen figyelemfelkeltő, milyen érdekes, vajon mi lehetett ennek a színművésznek, aki egyébként ugye érdemes és kiváló művész, és egyben is a Nemzeti Színháznak a tagja, olyan könnyű az életében. Aztán valahol a regény, mert mondhatom ezt regénynek, regény közepén megoldódik ez a dilemmám, hiszen Varga Éva színésznő mondja neked azt, hogy könnyű neked, Szarvas Józsi, hiszen neked olyan nehéz életed gyerekkorod volt. Na most ez a gyerekkor ugyanúgy szerepel benne, mint a további évtizedek. Kezdjük az elején, hogy került sor erre a könyvre, mert gondolom, hogy Bérces Lászlóak egyébként gondolom barátod és rendeződ is egyben, hiszen több darabot is játszol nála. Egy olyan kapcsolat lehet, hogy ő győzött meg, vagy te saját magad gondoltad azt, hogy ez a könnyű élet, ez megérdemelne egy ilyen összefoglalást, hogy megismerjék mások is. Hát őszintén szólva, én magamról nem készültem könyvet írni, eszembe sem jutott, hogy ez annyira érdekes lenne, de ugyanakkor úgy érzem, hogy olyan sok izgalmas és jó dolog történik velem, körülöttem, általam, hogy amiről talán szót kellene ejteni. Gondolok itt elsősorban arra, hogy 2017-ben volt 10 éves a Viszálki Kaszás Attila Pajta Színház. Ebben az esztendőben lesz 10 esztendős a Tündérkert mozgalmunk, amelyben mentjük, gyűjtjük Kárpát-Velence pusztuló őshonos gyümölcs hagyatékát. 3000 féle őshonos. Több mint 3000, ami Kovács Gyula kertjében van, az ő saját génbankjában van, ebben a pillanatban több mint 3500 féle őshonos gyümölcs van elmentve névvel. Névvel, gasztronómiával, históriával, stb. Egy szenzációs történet. És azt gondoltam, hogy ezek a szép, mondjuk úgy jubileumok, hogy Pajta Színház 10 éves, Tündérkert mozgalom 10 éves, hogy talán megér annyit, hogy megpróbálom ezt valamilyen kis könyvben kifogalmazni, amelyben benne lenne kis történet a munkánkról, Viszákról, az őrségről, benne gasztronómia, fotók, históriák, történetek, zrikák, bármi. És akkor volt benne még egy olyan kis olyan hátsó gondolat, hogy valahogyan azt magamban is megvizsgálni, vagy megmutatni, hogy hogyan keveredtem én el ezen a kalandos út során, hogyan keveredtem én el Viszákra, és hogyan lett ott Pajta Színházunk, családunknak egy csodája, illetve hogyan került sor a Tündérkerti másik csodára. Te valamikor ugye azt írtad, hogy népművelő vagy tánzzal énekes szerettél volna lenni. Nekem ugye eszembe jutott, hogy annál az első ügyetlen csóknál, drágám, ugye, hogy énekelte Aracki, hogy te ezeket a dalokat, miközben ott éltél a vidéken, és kapáltál, tanultál, jöttél, mentél 10 kilométert, mire eljutottál iskolából, a tanyából, oda, ahol dolgozni kellett, vagy répát egyeltél, vagy kukoricát, és közben énekelted ezeket, ugyanazokat, amiket én itt Budapesten, az apácai iskolában, ugyanúgy néztem a számokat a Tárza Fesztiválon, hogy ki hány pontot hogyan kap, és én is imádtam Kovács Katit ugyanúgy, mint te. Na igen, tehát 10 éves voltam akkor, egy parasztgyerek, vagy pontosabban a TS tagnak a gyereke, és akkor ott ugye a Táncdalfesztivál időszaka, ugye 68 körül, 69-nél járunk, amikor is a tanítónén tőlem megkérdezte, hogy na és mi lesz-e, nagy lesz-e a kisfiam, és akkor mondtam én neki, hogy népművelő vagy táncdalénekes. Ugye a Táncdalfesztivál, gondolom én, a Táncdalfesztivál okán volt ez a gondolatom. A másik, ez a népművelő ügy, ez a kifogalmazás, ezt ma sem értem, mert hiszen milyen fogalmam lehetett nekem, egy 10 éves kisfiúnak arról, hogy mi az, hogy népművelés, de bizonyára tetszett a szó, vagy a gondolat. Na és innen, ettől a pillanattól, a 10 éves tanyasi kisfiútól 2017-ig, illetve 19-ig. Ezt akartam én egy könyvbe megírni, de ezt 2017-ben, tehát 2 évvel ezelőttre gondoltam, de akkor ezzel a könyvvel, miután szerveztük a Kaszás Attila, hogy 10 éve, hogy elment a barátunk,
azt annak a emlék ügyeit, illetve a pajtaszín, azok a névadó ünnepét, mert a kattó kezdve lettünk nevét, igen. Kaszás Attila Pajtaszínház és galéria, hogy közben a könyvbe bele-bele írogattam valamiket, és elküldtem a Lacinak, akit én kerestem meg különben, hogy lenne ilyen gondolatom, és mit szólam hozzá. Nem mondta, hogy nem, hanem írogass. Küldtem neki ilyen dolgot, és év végén, miután kicsúsztunk minden határidőből, év végén télen rám szólt 2017 terén, hogy és a könyvem mi van? Azt mondja, mert van nála 40-50 írásod, hát az regénynek ez nagyon kevés, viszont másokat dolgoztál vele. Hogy akkor mi lenne, hogyha ezen dolgoznál, hogy gondolkozz rajta, hogy mit akarsz vele csinálni, és elkezdtem gondolkozni rajta, hogy akkor beleálljak egy olyan vallomás történetbe, aminek a középpontjában egy 10 éves kisfiúnak a vágyképe van középpontban helyezve, ez a bizonyos mi leszel, a nagy leszel, és akkor ezt valahogyan ezen az úton elindulni, és akkor eljutni majd valahova, ahova eljutunk, és így lett ez a bizonyos könyv. Jó, hogy mondtad ezt a kifejezést, hogy vallomás. Mert én is, amikor olvastam, azt éreztem, hogy ez az egész könyv egy őszinte vallomás, egy őszinte szembenézés magaddal, a múltaddal, azzal, amit elértél, ahonnan indultál és ahova érkeztél. Benne vannak az örömek, a fájdalmak, hogy például kaptál egy nemzetközi filmdíjat, amit nem vehettél át, vagy volt elég sok verés is gyerekkorodban, hogy nagyon nagy csavarok voltak, hogy a Hentes és Mészáros fiúból hogy lesz segédszínész, és a segédszínészből később hogy lesz egy olyan színművész, aki 10 évig a Víg Színházban, vagy Kaposváron van, és most pedig az ország első színházának, a nemzetének a művésze. Tehát ez az út az összes göröngyeivel, az összes kétségével, az összes hátsó megfogalmazásokkal, amiket az ember magának nem mindig fogalmaz meg, de amikor le kell írni, és szembesül a papírral, akkor az úgy őszintén megnyílik. Így jártam én is, igen. Így jártam az utam során. Igen. Hát ugye, hogyha már az ember belekezd egy ilyen mesélésbe, akkor az alapfeltéte, alapkövetelmény. Neki gondoltam én, hogy feltétlenül nyíltnak és őszintének kell lennem. Mert én nem vagyok író. Én valakinek úgy fogalmaztam, hogy két könyvet írtam, az elsőt és az utolsót. Tehát, hogy én nem vagyok író, és akkor megjegyzem, hogy innen is volt az a gondolatom, hogy egy olyan embert keresek meg ezzel a szándékommal, akivel első pillanattól kezdve valamilyen feltétlen bizalommal tudunk. Van is egy hosszabb riport is a könyv végén, amit meg ő készít vele. Az már igen, az már az, igen, az ő hozzáadott, igen, értékű, igen, munkája volt, az azt érintve, hogy amit ő nem értett meg, vagy még kíváncsi volt, vagy még belekérdezze, hogy azt még ott, amíg a munkánk során még ezt hozzátettük. Szóval, hogy azt én éreztem, hogy én ebbe beleállok ebbe a történetbe, az feltétlenül vallomás erejű, és olyan beszélgető vagy munkatársat kerestem, és találtam meg rögtön, nem is kellett keresni, mert kéznél volt, akiben biztos voltam benne, hogy feltétlen tapintattal fogja ezt az egész ügyet kezelni. És meg kell mondanom, hogy mindvégig, a munkánk során mindvégig ez a bizalom megmaradt. Bizonyos szempontból én érzékelem, hogy a munkámban, amikor ezeket az ügyeket kifogalmaztam magamból, ez mindig ott volt, hogy jó helyre megy, a tele helyesírás hibával írott művem jó helyre megy, ő ezeket korrigálta, javította, stilisztikailag nem tudom, aztán visszaküldte, akkor én is belejavítottam, és egy nagyon érdekes összeműködés során alakult ki egy nagyon vállalható szöveg, mert az sem volt mellékes számomra, hogy mi a szándéknak az iránya, a kifogalmazás iránya, illetve mi a hangvétel. Az nagyon fontos volt, hogy hamar rájöttem, hiszen próbáltam kronológiába menni, amennyire sikerült, nem mindig egyébként, de hogy azt figyeltem, hogy egy ponton túl, hogy az elbeszélési módom nem változik.
nem változik akkor sem, amikor gyerekkoromról beszélek, illetve nem változik akkor sem, amikor már felnőtt, sőt szakmai életemről beszélek, olyannyira nem, hogy bizonyos ügyeket meg sem tudtam ezen a nyelven szólítani. Bizonyos dolgokról nem is tudtam, aztán nagyon hamar le is tettem róla, nem is tudtam beszélni. Mert vagy ezen a nyelven nem tudtam megszólaltatni a szakmámnak, például nagyon sok fajta izgalmas elbeszélését nem tudtam kifogalmazni, mert nem fér bele abba a hangvételbe, ami a könyvnek talán érzékelhető. Tartottok ti valami estet is a színházban ezzel a címmel, az mit takar? Tavaly nyáron volt nálunk több tábor, ifjúsági tábor a Kaszás Attila Pajta Színházban, többek között egy gyermek ifjúsági színjátszó tábor is, ahol a Seregélyesről, illetve volt gyerekkorom falujából, Ebesről voltak gyerekek. És úgy gondoltam, hogy egy estét szentelek arra, hogy ebből a könyvből elsősorban a gyermekéveket érintő kis, nem tudom, novellákat, én ezeket tőlük úgy felolvasom. És akkor ez meg is történt, az est véget ért, nagyon szépen, nagyon jól fogadták, szerették, és hogy kiléptem a pajtából, a sötétből egy pici kis gyermeklány kéz megsimogatott. És ekkor volt egy olyan érzésem, hogy talán ez a könyv, ez a történet füzér, vagy gondolatfüzér, vagy életút, ami ebben a könyvben van, ami onnan indul, hogy egy 10 éves gyerek azt mondja magáról, hogy, és a 10 éves gyerek elindul, és megcsinálja. Ilyen-olyan kanyarok, ilyen-olyan nehézségek, de megcsinálja. Ilyen-olyan akadályok, amiket le kellett küzdeni, jöttek a démonok, meg jöttek a pedagógusok, meg jöttek mindenfélék, sok-sok nehéz helyzet, de megcsinálta. Tehát honnan tudta az a 10 éves Szarvas Józsi, hogy mit jelent ez az, hogy művészet? Sehonnan. Nem volt villanyunk, sem volt egy Szokol rádiónk. Meg volt Nőklapja és Ludas Matyi és a Hajdúbjör megyei Napló. És a kapával a váladon mentél utána az és iskola közben, után. És közben a pedig... földekre. Én ennek a könyvnek a 10 éves gyerek felé való elszámolás, én ezt tekintem a talán, ha van valami szándéka így utólagi könyvnek, bár megjegyzem, hogy könyvet innen már, én már nem tudom befolyásolni, ő már elindult egy saját úton, és akkor ezt megemlítettem a Bércesnek, ezt azt mondta, hogy jó, neki ez tetszik a gondolat, aztán szóltam Vinyánszky Attilának, hogy mit szólna hozzá, ő abszolút támogatja az ilyenfajta színészi törekvéseket, és akkor ebből megszületett a Pustola Hó című, egy színházi remek, előadás. És egy remek kifejezés, ugye ez sokszor is benne van, ez a Pustola Hó. Én is kírtam magamnak, és később láttam, hogy a Bércesi is rákérdez. De már előtte kírtam, mielőtt elolvastam volna a végső interjút. Bennem is azonnal megragadta ez a Pustola Hó. Igen. Az egy hóvihart jelent. Akkor, hogy én emlékszem gyerekkoromban, amikor vízszintesen esik a hó, szembefúj, nem lát az ember semmit, kavarok, fújja, ordítva pustol a hó, és napokon át. Szóval olyan hóviharokra emlékszem gyerekkoromban, amiket azóta sem voltak ilyen erejű, olyan nagy, kemény, mínusz 20-30 fokos kemény telek. És akkor hatalmas hóbuckákat fújt össze a szél, azon szánkóztunk egész télen. Szóval ez egy nagyon különös élmény volt. És ebből így aztán... 2 héttel ezelőtt a Nemzeti Színház Bajor Gizi szalonjában bemutattuk a Pustola Hó című előadást. Most, ha belegondolok, tehát a csoda folytatódik. Szóval a csoda én szerintem az, hogy a 10 éves gyerek azt mondja, hogy, aztán megcsinálja, aztán megírja, és még el is játsza. Ez csoda. Én abban lehet csak bizalmam, hogy nem lett hiába, nem volt hiába való az írás, hogy ez megszületett. Mert az én életem, az már megtörtént, úgy, ahogy megtörtént. És ahogy magamhoz szoktam néha fogalmazni, hogy és nem is volt ez olyan nehéz, de hogy és fontos, mert ugye mondják, hogy a színjátszás egy tűnékeny dolog, de hogyha az ember olvassa és tudjuk idézni azokat a színész óriásokat, akkor azok is itt újra megjelennek nekünk. Tehát például
nagyon nagy szeretettel és nagyon sok érdekes motivummal színesítve adod elő azt, amit Hollósi Frigyesről például gondolsz. Tehát ugyanúgy a barátod Kaszás Attila természetesen, meg ugye még említett Enikőt is, akikkel együtt végeztél a Színművészeti Főiskolán. No, de az, hogy Hollósi Frigyes, hogy ne tűnjön el az emberek emlékezetéből, mert egy zseniális figura. És hát ott öltözött mellettem. Ja, Istenem, hát igen. Na, tehát amikor a könyv elkészült, és néztem a névmutatót, és oldalokon keresztül nevek. És én ezt tartom a legfontosabbnak. Így van, pontosan. Tehát az ember életútja az nem egy magányos műfaj. Egy könyvírás lehet magányos dolog, de hogyha nem tudtam volna benne emberekkel szembesülni, találkozni és beszélgetést lefolytatni, újra fogalmazni, újra élni ezeket a történeteket, amelyek hát napokat töltöttek ki, heteket, évtizedeket töltöttek ki. Tehát én azt kell mondanom, hogy én nagyon szerencsés ember vagyok olyan értelemben is, hogy nagyon sok nagyszerű emberrel találkozhattam. Színészekkel, rendezőkkel, írókkal. Paraszt emberekkel, kőművesekkel, fuvarosokkal, bárkivel, entesekkel. A kicsi bácsi, a nagy bácsi. Kicsi bácsi, nagy bácsi, kónyán. Hát őket persze, hogy emlékszel rájuk. Hát ezek olyan életképek, hogy ezt olvassák el a kedves televíziónézők, tehát mindent nem idézünk azért fel, de például azt igen, hogy volt olyan, hogy te fecske cigarettát kaptál versírásért. Hát ugye lehettem 16-17 éves, és már fecskét, szív a gyerek, ha-ho. Igen, mert amikor beiratkoztam a szakmunkás suliba, ugye akkor voltam 15 éves talán, és azt tapasztaltam, hogy az osztálytársaimnak a döntő többsége, hogy nem mondjam, majdnem 100%-a dohányzott. Én meg nem. És akkor lehetett bagózni az iskolába, de bent nem, csak kint az udvaron. És én meg ott ültem egy időt bent a szobában, a osztályteremben, aztán kimentem a téblából, ott egyedül, és valaki rám szólt, hogy gyújtsál már, nem, miért nem tudsz cigizni? Én? Dehogy nem, csak hát nem hiszem, elmondtad, de add ide. És szépen így aztán rászoktam a cigarettára, de ugye otthon titkolni kellett, nem engedték a szüleim, pénzt nem kaptam rá, de közben ez egy időben egy hentes tanuló, aki verset mond, egy hentes tanuló, akinek a lelke tele van költészettel, és ilyen, mint ilyen, hát ez elég, hogy is mondjam, csak megmosolyogtató és nevetséges abban a közegben, amelyben dolgoztam, de én nekem ez nem volt semmi különös, ez nekem teljesen természetes volt, hogy verseket írok és mondok, és közben hentes vagyok. És amikor ez kiderült, akkor az osztálytársaim, hát ugye 16-17 éves, és a sulink, az Irinyi János Élelmiszeripari Szakmunkás Képző Intézet iskola, hát ott voltak teljes lányok, dohányos lányok, a szerelmek fűződtek, és engem kértek meg, hogy írjam már egy szerelmes verset. És akkor ugye aztán egy ponton tudom, hogy versszakonként egy száz cigaretta járt ért. Egy verszak, egy szál cigaretta. Így aztán egy ponton túl az eposzokban voltam érdekelt. Minél hosszabb verseket írni, annál több cigarettát tudtam érte kapni. Ez kitűnik a könyvből is, hogy te soha semmit nem adsz fel, és mindig mindent megteszel és megoldasz. Az is érdekes volt számomra, amikor olvastam, hogy ha te nem tudsz autót vezetni, akkor is válasz olyat, amiben autót kell vezetni, vagy ha te nem tudsz úszni, akkor is fogsz egy olyan dologban benne lenni, amiben úszni kell. Na, mert ugye valahogy nem is, szóval amikor vissza 10 éves gyerekhez, amikor ilyen erővel megszólal valami, ahogy bennem megszólalt, majd aztán rögzült, mert sok-sok éven keresztül magamban és kis apró gyermek tapasztalással a tarsolyamban, ami volt persze büntetés, volt dicséret, de valahogy magamban elindultam egy olyan, az önkifejezés olyan vágya felé, ami bár nem készültem színésznek, mert azt sem tudtam, hogy van ilyen szakma. De olyan vágy felé elindultam, és elkezdtem magamban ezt építkezni, hogy azon kaptam magam egy ponton túl, egy idő után, már itt, amikor szakmunkás képzőbe jártam hentesnek, hogy minden, ami ez irányba terel, vagy hívott, afelé akkor is odaléptem, amikor az nem volt normális.
A más, a többi az még nem érdekelt. Tehát nagyon sokszor kerültem bele olyan helyzetben valóban, amire valaki egyszer fogalmazta, hogy te nagyon sokszor mondtál akkor nemet, amikor egy normális ember igent mond, és igent, amikor egy normális ember nemet kellett volna mondjon, mert valahogy nyilván, ez ebben csomó nem tudatos és nem szándékos ügy volt, de valahogy nyilván azt gondoltam, hogy az út az nagyon fontos. Az út az fontos, és azon kell maradni. Hogy aztán valahogy majd nem fulladok meg majd nem esem a lóról, meg majd valami majd csak történik. Így is lett. És akkor meg is oldottad. És valahogy a gondviselő mindig mellém állt. Így van, tehát nem ütöttél el senkit, nem fulladtál bele a vízbe. Sikerült. Mondd még most is sokan megismernek az üvegtigris kapcsán, mert azért az egy olyan népszerűséget is hozott, hogy akik nem ismertek eddig mondjuk a színházból, vagy egyéb alakításaidból, akkor azok meg ebből a szerepből, mert ez egy emblematikus szerep. Én azt nem tudom, mert én tömegközlekedő ember vagyok, tehát én nem minden, ami felém jövő gesztust, én természetesnek fogok föl, hogy én nem szoktam számolni, hogy hányan köszönnek rám, hányan mosolyognak rám, és hányszor én is vissza, ha éppen ezt észlelem és észreveszem. De ilyen találkozákkor vagy nem tudom én, színész közönség találkozókon vagy? Olyan dolgokon nem szoktam részt venni. Nem szoktál részt venni. Nem hívnak. Jó, de gondolom, hogy azért ez a film, ez a te életedben is egy olyan meghatározó volt. Utána a barátok miatt is. Na jó, az is persze. Hogyne. Amikor annak idején bemutattuk, akkor... Hát azt hiszem, hogy 10 kópiával jelent meg, és ha jól emlékszem, hogy 100-150 ezer néző megnézte, azért akkor innen nézve az nagyon nagy szám volt, de onnan nézve nem is volt olyan nagyon nagy szám, hanem egy rendes nézettsége volt, de nem jelentett olyan különösebb nagy áttörést, de akkor jött be a DVD korszak, és akkor elkészültek ilyen kis vizek, és kazetták is belőle, és akkor egyszer csak olyan furcsa érzésem támadt, hogy az utcán, megismernének, vagy megfordulna, de mondom, mi történt? Azért jó, játszom a színházban, de azért olyan rendkívüli a színház, olyan rendkívüli ügyet nem kreál, moziban nem volt film, mi történhetett? Hát elindult a DVD, az meg a televíziók is rengeteg feljátszott. De az még az első, elkezdték nézni közösségek, baráti közösségek, ültek össze, és akkor ez is meg sokszor tudott ennek a nézettsége, és azt gondolom, hogy az Üvegtigris az egy ilyen, hát egy ilyen egészen különös kultuszfilmé lett az életünkbe, és ennek én magam igazán nagyon örülök. Mi volt ez a díj, amit nem vehettél át, hiszen a legjobb férfi szereplőt te neked adták ezt a díjat, és aztán valahogy mégsem mehettél ki, és nem szembesülhetél vele, hogy a kezedbe adják. Ez a Szórád háza volt, ez egy 4 részes televíziós sorozat, igen, és Monte Carloban volt ennek a fesztiválja, és én akkor éppen Kaposváron voltam színész. És akkor egyszer csak hívnak telefonon, hogy Jósa, gratulálok, hiszen elnyerted, első magyar férfi színészként Magyarországon, elnyerted Monte Carloban a legjobb férfi alakításért járó díjat, az Arany Nimfa díjat. Ó, mondom, hát ez igazán köszönöm, igazán örülök. És hogy mikor ezt a díját adó? Hát mondták, hogy tegnap megvolt. De mondom, de miért nem szóltatok? Hát mondom, úgy, de biztos próbáltál, hogy nem tudtam volna eljönni. De mondom, nem is próbáltam, és el tudtam volna menni. De hát ez egy olyan kor volt. Megjegyzem, hogy kollégák abból az időből, meg még korábban tele vannak ilyen történettel, hogy hogyan nem engedték ki a párt, állam. És az ebben már volt ilyen, nyilván nem volt benne semmilyen politikai íz, hanem rutin. Hanem rutin, hogy egyszerűbb így, jó, majd odaadjuk neki a díjat. Örüljön neki. De később megkaptad? Meg. Tehát megvan. Meg. Ugyanúgy, mint ez a Vándorbót díj, ez nekem annyira szép történet, hogy a Barsi Bélától kapta a Szirtes Ádám, és a Szirtes Ádámtól kaptad te, és aztán te továbbadtad. Az Ádám, igen, a Bai Bélától vette. Jól mondom a nevét? Barsi Bélától kapta a Szirtes Ádám. A körhintám alakításáért, Ádi bácsi, hogy ez egy színész vándor díj, ez a bot, és hogy majd ő adja át oda annak, akinek ő is gondolja, és valahogy Ádi bácsi nem adta át, ellenben megörökölte a botot az Ágika, Szirtes Ági,
És akkor néhány évvel ezelőtt együtt dolgoztunk nyáron, úgy alakult filmben, aztán még rádióban is, és sokat beszélgettünk, meg sztoriztunk, és csak rám néz, és azt mondja, hogy te Jóska, azt megvilágosodtam. Hála, jó Istennek, igazán örülök neki, és én tanulja vagyok. De mondom, mi történt? És azt mondta, hogy várj, hát van nálam valami, ami a tiéd. Na mondom, az azonnal ad ide, meg nekem az ősi jussom. És akkor elmondta a történetet, hogy akkor ezt a Béla bácsi, és aztán az apukája, és ő örökölte, és azt gondolja, hogy az Irtes Ádám is nagyon örülne annak, hogyha nekem adhatta volna, és így iratta nekem a díjat. De te már továbbadtad. Meg sem melegedett nálam, mert egyik alkalommal elmentem kíváncsian a főiskolára, illetve ma már egyetem, ahol a Zsótér Sándor osztálya, Sándor rendezte a Hamletet, és én nagyon kíváncsi voltam rá, azzal a kis hátsó szándéka, hát ha el lehetne vinni Viszákra pajt a színházba. És én ott megláttam Ifjabb Vinyánszky Attilát játszani. És abban a pillanatban tudtam, hogy bár éppen akkor költöztünk, és még a bot még nem volt föltéve a falra, még nem volt még a főhelye otthon, ezért kaptam is később a feleségemtől. Én már tudtam azt, hogy én nekem már megvan az a férfi színész, aki ezt igazán mondom, hogy megérdemli, és miért várjak rá évekig, és akkor tavaly volt egy alkalom, 17-ben, amikor a Pajta Színházi ünnepeket rendeztük, Attilát szépen meghívtam egy előadással, nem tudott semmiről, meghívtam, és ünnepélyes keretek között átadtam neki ezt a vándorbotot, úgyhogy legyen most már az ő gondja, hogy ezt pedig majd ő kinek adja tovább. Azt hiszem nagyon jó helyre került, mert nekem is a Diktátor most a legutóbbi nagy élményem volt, amit láttam vele, meg ugyanúgy a Lilium rendezése, és tényleg egy zseniális, hát, egy őstehetség. Ezt nem mondjuk ez a fiú, de hát ő tényleg, én mondhatom. Ez így van, ez igaz, hadd dolgozzon, ebben igazad van. Most is a Nemzeti Színházból jöttél próbáról, most éppen mik foglalkoztatnak, mit csinálsz? Csehov Meggyes kertjét próbáljuk, Burka Réte rendezésében. Pisciket játszom, ilyet próbálom, és azt a március 2-a lesz majd a bemutatója. Uh-huh. Ez a Cseresznyés kertnek az átirata, ugye? Ez a címe, oroszul Meggyes kert, valaki Cseresznyét fordította, és aztán úgy maradt. Cseresznyés kertből lehet a Meggyes kert. Most már talán már, mintha az Örkény Színházban is bemutatták volna évekkel ezelőtt. És ott is Meggyes. És már ott is Meggyes kertként. Ott is Meggyes volt, így van. Csak mi is Meggyes kertnek. És boldog apuka vagy. De még néhány éves pici lányod van, nagy fiad van, büszke egy kicsit a gyerekeiddel. Hát van egy 30, hát most 34. éves fiam, van egy 4 éves kislányom, és van egy szintén 4 éves unokám, és egy már 5 éves, elmúlt 6. éves unokám. Úgyhogy igazán mondom, hogy okon panaszra egyáltalán, semmilyen szinten egyáltalán nincs. És ugye, hát ugye, tehát néhány szóban említettük, hogy a Pajta Színházat. Hát életemnek egyik nagy élménye, annak a megteremtése, annak a belakása, annak a menedzserése, annak a működtetése, annak a szeretése. És olyan csodák történnek velünk, barátaink, akik ott oda eljönnek hozzánk, és minduntalan megtapasztalom azt, hogy ez a csoda mindig újra megteremthető, közösségben, és abban lettem én érdekel, és abban lett nekem valami ügyességem, valami, biztos, hogy van valami belső hiány érzet, ami ezt oda működtetett. Valódi népműveli lettél, mint ami szerettél volna lenni. De ez nem népművelés. Enni. De az is. Hanem az is, közösségteremtő. Inkább azt mondom, hogy a kultúránknak, a megélése, annak talán a gazdagítása, annak közvetítése, na az közelebb van a kultúrához, mint a népművelés, mint gondolathoz, mint szakmához, mert én nekem a kultúra az nem szakmám, a kultúrám az életem. Igen. És gyerekkoromban nagyon sok minden utólag megélve vagy megérezve, nagyon sok minden kimaradt, hiányzott, ugye akkor még énekeltük a múltat végképp eltörölni, és én abban... Te még kórusban is énekeltél, kórustag is voltál. Hát a kórusban ezt nem énekeltük. Gondolom. Őrsi órán meg kisztál, de hogy szóval, hogy és hogy ebből én nagyon sok hiány érzetem keletkezett, vagy tele voltam, ami csak azzal voltam tele, és így a felnőtt életemnek lett egy olyan szakasza, hogy elindult 2007-ben, persze már 2002-ben elindult,
De 2007-ben aztán... Csúcsosodott ki. És akkor, és az nekem ez óriási élmény. Óriási. Én is hiszem. Mond, van valami olyan terved most nyárra, az elkövetkező hónapokra, mert úgy gondolod, hogy érdemes róluk beszélni, akár film, akár tovább így a könyvvel, vagy azt mondod, hogy egy könyvet írtam, az elsőt és az utolsót, hát ha mégiscsak van valami, amit még szeretnél papírra vetni, vagy rendezni, Én egy elégedett magával, meg elégedett színész vagyok. Nem mernék én átmenni a másik oldalra. Az egy más szakma, az egy másfajta pszichés ügy, de az nekem az egyáltalán nem... Próbálkoztam még kicsit még főiskolán, vagy még korábban amatőr életemben. Vágóhidó volt nekem színpadom is, úgyhogy... Igen. Hát az kell. Erről lehet olvasni, és sőt, igen, hogy ne. No, hogy ha valami, akkor ugye most idén lesz, az előbb utaltam rá, 10 éves a tündérkert mozgalmunk. Ugye 10 éves a Viszáki tündérkert, az volt az első ilyen közösségerősítő szándékú kert, és 10 éve a falu ezt befogadta, 10 éve a falunak, vagy gondja lettem, ott azért nagyon ügyek történnek. És 10 éve ilyenkor már készülök rá, hogy milyen rendezvényeket fogunk ott, közösségi élményeket megélni. Megint lesz festőtábor, gyermekszínjátszótábor, a Stalker csoport lent fog próbálni nálunk, lesz egy építőtábor, és lesz egy nagy ünnepünk, egy nagy tündérkert ünnep, ahol föllép a Nyíregyházi Kantemusz Ének Együttes, a Muzsikás Együttes, Berec András. Szóval, és maga a tábor élet az, amit majd a feleségemeket megint levezélünk. Szóval ez az, ami engem már ilyenkor már azért már eltölt. Amellett, hogy közben a színházi munkám nem hogy sérülne ezáltal, hanem én azt gondolom, hogy gazdagodik, mert nagyon fontos, hogy az ember, bárki, aki a munkáját végzi, legyen meg egy olyan elmesélhető saját identitás, a saját története, amit el tud mesélni a gyerekének, az közvetve a színházban, pláne közvetlenül, hiszen a Pustoló még erről is szól. Szóval, hogy az ember férfiasan tudja vállalni azt az utat, azokat a hétköznapjait, amit maga választott, és a közösségében teremt. Drága Jóska, vannak itt előtte cédulák. Na, mik ezek? Ezekből légy szíves, húzzál ki 5-öt. És néhány mondat erejéig, mert én mindig úgy gondolom, hogy jellemzi az itt ülő vendégemet az is, hogy ki mit húz ki, és egyenként olvast fel őket, és azokra a fogalmakról mi jut az eszedbe. Mi volt az első? A hit. Na. Én azt gondolom, hogy az a munka, amit én élek, az gondviselő nélkül az nem történhetne meg. Még akkor is, hogyha 18-19 éves koromig még templomot belülről nem láttam. De az ő létezése és ő őrző energiája jelen volt mindvégig, is jelen van mindvégig. Jó. Magyarság tudat. Mondom, hogy nem véletlenül, ki mit húz. Magyarság. Én mindig állítom, hogy nem véletlen. Magyarság tudat. Meg fogom nézni. Megnézheted utána az összeset. Magyarság tudat. Közösség. Kultúra. Kultúra. Tehát amikor az ember, én magam, amikor megélem a magyarságomat, akkor az előbb elmondtam, közösségbe megyek, színházba megyek próbálni, a családommal. Én vagyok otthon, vagy bárhol a világon, Viszákon, Pajta Színház, a hagyaték és hagyományápolásnak az ügye és megélése, vagy annak urambocsán gazdagítása, vagy újrafogalmazása. Nyelv, annak a kultúra hordozó elemének az őrzése és megtartása. Fontos. Egészség. Hát igen, most megnézem. Ó, ez súba jó. No. Most ha tudnád, hogy itt 20 negatív és 20 pozitív fogalom van. Csak. Na, egészség. Nagyon fontos. Az egészség nagyon fontos. Még akkor is, hogyha nekem az életem során, nekem nagyon sokszor volt... Luttalpat például.
Az nem volt. De nem volt, harangsüllyedés? Az sem volt. Annak kezdett, a derekam fájt. A derekam fájt, annak kezdett. Már 18 évesen. És mondták, hogy egyik orvos mondta, hogy luttap. Jó, hát akkor luttap betét. Másik mondta, hogy nem, harangsüllyedés. Akkor harang. Aztán valaki mondta, hogy nem is tudom, mit mondott, na akkor téptem az összes vényt, meg gyógyszereket kidobáltam, hogy hát ez így nem lehet. Tehát volt egy-két problémám, de valahogy én abban mindvégig biztos voltam és vagyok, hogy a betegségeink jelentős része, talán az enyém ez nem, de a betegségeink jelentős része, amely az énkem is eltalált egy-két ügy, a jelentős része pszichoszomatikus. És ha ez igaz, akkor azt vissza is lehet fordítani. Ha az ember szándékkal önmagát valamilyen módon képes megbetegíteni, akkor meg is tudja gyógyítani. És amiről beszélek, beleértve a könyvet és a pustolahó, a pajtaszínház, tündérket, viszák, ez mind a gyógyítás, az öngyógyítás. A család, a kislányom, a nagyfiam, az unokáim, ők mind gyógyító erők és energiák. És remélem, hogy szándékom és képességem szerint talán még én is az lehetek az ő életükbe. Szóval az egészség az nagyon fontos, de főleg az öngyógyítás. Az egy nagyon fontos út. Mi a negyedik? Sport! Birkózás, például. Céllövés, birkózás, igen. Mi volt még? Kerékpár lassúsági verseny, ökölvívás, úszás, annyi minden volt, de labdarúgás, kapus voltam. Hát tele volt az életem a sportnak a vágyakozásával, mert azt gondoltam, hogy hát néztem, a sportolónak van két lába, két keze, teste, feje, füle, hát az nekem is van, hát én is minden lettek, én is világhírű sportlövő. Jó, egyik szememre nem látom. Miért lehetnék kapust? Jó, egyik szememre nem látom, de majd kitalálom majd módját. Hogy, tehát mindenbe belefogtam. Aztán később saját okomon kondizni jártam, aztán kocogni éveken keresztül, ami bírta térdem. De hogy a sport mindvégig valahogy ott volt az életemben, hogy az egészségmegőrzés szempontjából is, de valamint a sport az, mert nekem valami olyasmit jelentett, amint a féle folyamatos álmodozó emberrel ül szembe, akiből szerintem egy pszichológus bőven megélne. De hogy amikor az ember, azt vettem észre, hogy ha sportolok, és mondjuk kocogok, hogy sportolás közben az ember csak pozitív. Nem tud másra gondolni, csak pozitív dolog. Semmi már. Ha jó elkezd... sportoló, az nyerni akar. És már onnan pozitívabb? Nincs. Egyszer konditeremben voltam a Vígszínházzal szemben, itt ilyen szuterényes helyiségben, feküdtem, és valami 70 kiló környékét próbáltam nagy nehezen kinyomni, aztán az volt az első próbálkozásom, és mögöttem itt ablak volt, és akkor már leemeltem a súlyt, rákészültem, és elkezdtem erősen nyomni ki, és egy bácsi állt ott az ablakba, a botjára támaszkodva, azt mondja, hogy hát fiatal ember, tudnék én magának munkát adni? De ne rögtessem már, most akarok csúcsot nyomni. De az most sport ilyen értelemben, sport nagyon fontos része volt az életemnek, bárha nem is a központi része, de azért de a megtartó elemként ott volt mindvégig. Talán most már kevesebb. Száguldás. Minden, ami nagyon gyors, nagyon lassú, nagyon mély, nagyon magas, engem az egyáltalán nem érdekel. A száguldás egyáltalán nem érdekel. Nincsenek ilyen fogalomkészleten, nagyon minimális ennek a szóval. Repülés, utazás. Szegény feleségem mindig, hogy menjünk, utazzunk, persze jó, menjünk, jó. Ha Viszákra vagyok, én nekem az már nagyon jó. Ha Balatonon vagyok, hogy a feleségemnek van kötődés, az nekem nagyon jó. Ha tenger, akkor Horvátország nekem pontosan megfelel, vagy Szlovákia, Szlovénia. De megjegyzem, hogy azért ettől függetlenül, hogy nem vagyok egy utazásmániás, nem vágyom. Mit csináljak? Nem vágyom. Én engem betölt ez az ország, meg a lehetőségeim, de közben bejártam a félvilágot. Tehát rengeteg helyen voltam, és több földrészen is. Ja, Amerika, Japán.
De azért te itthon vagy itthon, ahol pustul, ahol. De ez nem jelent bezárkózás. Persze. Határtalan szabad embernek érzem magam. Határtalanul. A képzeletem, a vágyaim, a gondolataim, sok ügy van bennem, ami nem ismer határt. Hát, kedves nézőink, én nagyon köszönöm Szarvas Józsefnek, hogy elfogadta a meghívásomat, és hogy a Dobogó Extra mai vendége az az érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház tagja, akire ugye emlékszünk, hogy ő volt Ádám például az Ember tragédiájából, és a kultikus filmben is ott játszik, a Üvegtigrisben, és még rengeteg dolgot emlékeztünk. Olvassák el ezt a könyvet, ezt tudom mondani, mert nagyon nagy élmény. Elköszön a mai Dobogó Extra szerkesztőműsor vezetője, Linka Ágnes. Dobogó Extra. Linka Ágnes műsora legközelebb 2 hét múlva látható itt a Budaörsi Városi Televízióban.